Már az ókorban is ismerték az agyagásványgyógyító hatását. Egy olyan helyre látogattunk el, ahol nem csak bányásszák, hanem egyedülálló módon fel is használják ezt a különleges anyagot. Betekintettünk a gyártási technológiába, és megnéztünk egy különleges több ezer tonnás nyers agyagdombot is. Ez az óriási halom 3000 tonnát nyom, nem más, mint egy ritka agyagásvány, a bentonit. Világviszonylatban is igen kevés lelőhelye van, hazánkban mindössze 3 bányában termelik ki. Egy Heves vármegyei üzemben Pétervásárán járunk, és hamarosan mutatjuk, mitől is olyan különleges ez az anyag. Mielőtt Szántó László tulajdonos körbevezet a bentonit feldolgozó épületben, megtudjuk, hogy ő maga 3 évtizede villamosmérnökként kezdett dolgozni egy bányában, és ott figyelt fel erre a gyógyhatású anyagra. Addig én se tudtam, hogy létezik ilyen anyag, mint ahogy ma az országban nagyon sokan nem tudják még ezt. És aztán elkezdtem mélyebben foglalkozni, hiszen láttam, hogy legalább 100 féle felhasználási lehetősége van. A különböző agyagok gyógyító hatását már évezredek óta ismerik. Az ókorban egy Dioszkoridész nevű görög katonaorvos már használta, ő mindenféle gyógynövényekkel is foglalkozott, de ismerte az agyagot, és állítólag a katonái körében mindenféle hastifusz, meg ilyen vírusos járvány esetén alkalmazta nagyon jó eredménnyel. A történelem folyamán a fürdőkultúrával együtt az agyagok használata még inkább előtérbe került. Egy idő után pedig kozmetikai célokra is használták, az egyik leghíresebb egyiptomi királynő is ezzel szépült. Azt ugyan írásokból tudjuk, hogy Kleopátra annak idején a kozmetikai dolgokra, az arcának a tisztítására, kezelésére használta az agyagot. Megfigyelték, hogy az állatok ösztönösen használják ezt az anyagot, vannak, amelyek sárban, agyagban fekve gyógyítják a sebeiket, de kutatások igazolják, hogy egy papagájfaj tulajdonképpen az életét köszönheti az agyagnak. A dél-amerikai arapapagájok mérgező növényekkel táplálkoznak. Na most, ha a löszfalból nem jutnak hozzá ahhoz az agyaghoz, amit belsőlegesen ugye elfogyasztanak utána, akkor sajnos ezektől a mérgező növényektől elpusztulnak. Tehát ők ösztönösen használják, úgy mondom ki, hogy méregtelenítésre, legalábbis az ő számukra ezt az agyagot. A Pétervásárán feldolgozott bentonit kiemelkedő és klinikai vizsgálatokkal igazolt gyógyhatása miatt 2019-ben megkapta a gyógyiszap alapanyag minősítést. Itt épp egy arckrém kerül a tubusba, de nem csak a bőrre van jótékony hatása a nemes agyag alapú termékeknek. Van egy méregtelenítő hatása, van egy például, ha olyan ízületi problémával terhelt helyre helyezzük, ízületi merevségoldó hatása, fájdalomcsillapító, csökkentő hatás. Ez mind jelentkezik a krémnél. László azt mondja, különösen nagy hangsúlyt fektetnek a vásárlói visszajelzésekre. Andrea 5 éve találkozott a bentonitos krémekkel. Kíváncsiak voltunk, milyenek a tapasztalatai. Azért kezdtem el használni, mert pattanásos volt a bőröm, és úgy hallottam, hogy gyulladás csökkentő. Ez volt az alap. De aztán a hatása sokkal jobb, mint amit gondoltam, mert tisztítja, méregteleníti, és szép leszel tőle. Az én tapasztalatom ez. A nemes agyag, vagyis a bentonit gyógyhatása ismert belsőlegesen is. Az Amerikai Egyesült Államokban intelligens agyagnak nevezik a bentonitot. Azt is megtudjuk, hogy miért. Mintha valahonnan tudná, hogy mit kell kivinni a szervezetből. Nem tudja senki, hogy ez miért van így, de ez a tény. Ez az egyik dolog, a másik, hogy képes kivinni a nehéz fémszennyeződéseket a testből, a szervezetből, illetve hát, ahogy említettem, a káros baktériumokat, amellett, hogy a hasznos mikrobiomot, a szervezetben levő baktériumokat azt nem bántja.
Ásványi anyagaink közül a bentonit számos olyan figyelemreméltó tulajdonsággal rendelkezik, melyek László szerint indokoltá teszik, hogy minél többen megismerjék és használják is a mindennapokban. Azt azonban hangsúlyozza, hogy egészségügyi probléma esetén elsődlegesen orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel konzultáljunk, és kérjünk tanácsot a lehetséges gyógymódokat illetően.